Papírformának azért nem nevezném, mert a Hidegkút az összhöz képest sokkal masszívabb, egységesebb csapat lett, néztük az eredményeit is, és néztünk egy-két mérkőzést is. Ráadásul mi november óta nem nyertünk, tehát egy húzamosabb mondhatni gödörben lévés időszakát zártuk le ezzel a mérkőzéssel. Nehéz is volt 60 percig, tehát 1-0 után is benne volt az egyenlítés a Hidegkút, de szerencsére a kapusunk, amikor kellett, védett egyszer egy nagyot, és utána már a kapu előtt maga biztosak voltunk, tehát a 4-0-hoz képest azt hiszem ez egy sokkal keményebb, szorosabb meccs volt. Talán a formamontó volt ez a meccs, ahogy mondtam, fél év után nyertünk először, és lehet, hogy ez kellett hozzá, hogy azok a játékosok, akik eddig kevesebbet tudtak, vagy egyáltalán nem tudtak a góllövésben szerepet vállalni, talán ez egy küszöbön vagy gáton való átlépés is jelent nekik, hogy végre elsült a lábuk, és oda tudtak érkezni, és gólt tudtak szerezni, nagyon fontos gólokat, úgyhogy remélem, hogy ez a csapat formájában is, és az ő formájukban is egy nagy lendítés fog majd adni. Hát remélem azért a jövő héten ki tudunk állni, most jönne három olyan fontos meccs, az ABE, a Budakeszi és a Buda Tétény ellen, amit hogyha sikerülne jól lehozni, akkor valószínűleg elfelejthetnénk a kiesés való foglalkozást, de hát bízom benne, hogy akkor ebből a kilencből a ma kiesettek helyére egy páran fognak tudni jönni. Jobb csapat nálunk, az biztos, más célokért, más motivációval játszottak, mint mi. Nekünk ennyi sikerült, egy darabig tartottuk magunkat, de aztán sajnos ez a realitás. Egy-egy olyan dolog, amit ugye nem arról szólna, hogy gyorsabbak, vagy jobbak, vagy valami, mert azt el tudom fogadni, hogy valakit lefutnak, hát gyorsabb az ellenfele, az igen, csak olyan helyezkedési hibák, amiket egy kis odafigyeléssel, tehát csak arra kellene koncentrálni mindenkinek, hogy mi a feladata, és azt megpróbálni megcsinálni. Ennyi volt ma ebbe, sokkal több nem.